Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a 3 fontos kérdést, mi az ő gondolata, mit tervez, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes, a díjam 4000 forint. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az középen látható itt felül és alul. Itt sok a munkája. Sőt, úgy érzi, hogy mások kihasználják őt. Változtatni akar a helyzeten. Néha úgy érzi, hogy hamarosan összeomlik minden. Mivel az erejét a munkájába fekteti be, de nincs elismerés, emiatt fogva érzi magát ebben a toronyban, és keres egy kiutat, keres egy megoldást. Vannak problémái az anyagiakat illetően, vagy a munkahelyét illetően, vagy azt is jelenthetik a képek, hogy túl sok az, amit ő tesz. Ő igyekszik mindent rendezni, de mások kihasználják őt, és nincs elismerés. Ezen szeretne változtatni. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk, visszahúzódó. De vannak döntések. Megvan jelenleg a belső egyensúly, illetve igyekszik ezt a belső egyensúlyt, ezt a nyugalmat megteremteni. Elbúcsúzik valamitől vagy valakitől. Ez lehet ez a szűkös helyzet, lehet egy munkahelyi változás is. Irányítja a dolgokat, keres egy új partot. Jelenleg még ugyan visszahúzódó, de lesz újra közeledés, ami itt jobb oldalon látható. Ő elbúcsúzik a könnyek mezejétől, itt is látható, hogy elhagyja az egyik partot. Itt van egy bírósági ügy, vagy ez a kép azt is jelentheti, hogy igazságtalanságok érték őt, de lehet, hogy téged is. De lezárjátok ezeket a témákat. És ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt az uralkodó nő. Figyeld az eseményeket, őrizd meg a belső nyugalmadat, itt minden rendeződni fog. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a jeges medve azt jelenti, hogy megvan az élet ereje ahhoz, hogy bebizonyítsa magát. Ez a medve lehet egy személy is, aki parancsolgat neki. Ez nem tetszik, ez a helyzet, úgyhogy ezen szeretne valamit változtatni. Ez a medve lehet a főnöke is. Itt rendezni fogja az anyagiakat, és vannak munkahelyi témák nála. Valószínű lesz most egy munkahelyi változás. Ő visszahúzódó és zárkózott. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy eltitkol valamit, de nem így van, hanem vannak gondjai, és most úgy befele tekint, meg akarja oldani ezeket a témákat. Itt a csillagok szerencsét hoznak, megvan a belső egyensúly, a szerencse, lesz egy szerencsés fordulat. Itt is a torony van, ugyanúgy, mint itt. Ez lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, de azt is jelenthetik a képek, hogy ő benne érzi magát a toronyban, és keres egy kiutat. lesz egy kiút, hiszen itt látható, hogy elhagyja ezt a helyzetet, itt is látható, hogy elbúcsúzik a könnyek mezejétől. Ha te egy hölgy vagy, te vagy az uralkodó nő, és itt látható az otthonod. Ő keresi veled a kapcsolatot, meg akar látogatni téged. Azt is jelenthetik a kártyánk, hogy lesz majd egy terv, egy közös otthonnak a kiépítése. Miután elhagyta a könnyek mezejét, vagy te zártál le bizonyos dolgokat, ami eddig elszomorított téged, itt levegőhöz juttok, fel tudtok lélegezni, meg lesz a mozgás, a vidámság, és lesznek beszélgetések. Itt a hegy jelentheti a hegyvidéket is, például egy ház a hegyekben, de jelenti az akadályokat. És mi az akadály? Amikor olyan dolgok történnek, amit igazságtalannak láttok. De ez megoldható. Az ő jelenlegi helyzete... Itt kisüt a nap, tisztán lát bizonyos dolgokat, szeretne téged látni, szeretne veled valamit tisztázni. Ami téged illet, lesz egy levél, lesz egy hír, vagy lesz egy bizonyos szerződés. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!